Házadba léphetek első rész. A szatmári középkori templomokat mutatja be a kötet, amelynek lesz folytatása is, hiszen vannak értékes templomok, műemlékek a megyében, amelyek a megyei értéktárat gyarapíthatják még. A vándorkiállítás pedig már ismert, és jó néhány megyei szellemi, kulturális, gasztronómiai örökséget tár elénk. Van köztük, mint a szatmári szilvalekvár, hungarikum is. A projekt zárón V. Németh Zsolt államtitkár elmondta, fontos, hogy a települések kutassák a magyar identitáshoz tartozó értékeket helyi, tájegységi szinten, így válhatnak a tárgyi szellemi értékek hungarikummá. Az új október végén megnyílt hungarikum pályázat is ezt a célt szolgálja. A mostani pályázatnak az a célja, hogy megerősítsük a külhoni értéktárakat, mégpedig ezt úgy tesszük, hogy azon települések, amelyek már létrehozták az értéktár bizottságukat, vagy maga az önkormányzat, vagy egy helyi ezt a cél kitűző civil szervezet közreműködésével, azok kapcsolatba lépjenek a már meglevő testvértelepüléseikkel, és segítség, módszertani segítséget nyújtsanak az ottani értékgyűjtéshez. Természetesen ennek keretében lehetőség van arra, hogy kölcsönösen bemutatják egymásnak az értékeiket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az értéktár létrehozására 10 millió forint pályázati forrás nyert a megyei önkormányzat. Kisfilmek, vándorkiállítás, színvonalas kiadványok készültek. A megyében tovább szeretnék folytatni a gyűjtőmunkát települési szinten is. A megyei értéktár mozgalomnak szerintem a legfontosabb feladata amellett, hogy a megyei értékeket gyűjtsük és azokat megmutassuk a nagyvilágnak, az, hogy minden településen, minden településünkön népszerűsítsük ezt az értéktár mozgalmat, és a kitűzött végcélünk az, hogy a megye minden településén létrejöjjön a települési értéktár is. A magyarság csúcs teljesítményét jelentik a hungarikumok, amelyek gyarapítása a cél, mert erősíti az identitást, a termékek esetében minőséget garantál, és a hungarikumok a turisztikán keresztül fejleszthetik a magyar gazdaságot is.